Ez egy modern Rómeó és Júlia. Azért modern, mert mai környezetben játszódik, és azért ügyeltem arra, hogy amellett, hogy az ismert történést, az ismert sztorit már tudja a néző, nekem egy olyan világba kellett, vagy én szerettem volna, és bele is helyeztem abba a világba, ami újszerű, amit ma az emberek szívesen fogadnak, élményszámba megy, és a különlegességét az határozza meg, hogy olyan tánctechnikával, és olyan színészi játékkal, és olyan látvánnyal raktam össze a produkciót, ami magamhoz képest is újszerű. Az Experience-be végeztem, és az Experience előtt szolnokon végeztünk egy nagyon komoly szakmai kísérletezést. Az Experience életében ez a kísérletezés, ez abba maradt egyfajta stílus, és most ez a Covid járvány, illetve az Experience-től való elszakadás adott egy olyan időszakot, ahol szakmailag azt, amit az Experience-ben tapasztalatként összegyűjtöttünk, azt most ide bele tudom menteni, és úgymond ez egy továbbfejlesztése annak a stílusnak, amit én már az Experience-be vagy Szolnokon kikísérleteztem. Ennek az a lényege, hogy még tisztább, még érthetőbb, még szórakoztatóbb, viszont még magasabb szakmai, tehát tánctechnikai és színészi játékot követelek meg a táncosaimtól. A látványvilág az meg az, amit már megszokhattak tőlem. Én nagyon... Gőzzel, füsttel, gőzzel, színekkel. Most igen, ez is egy letisztultabb, tehát ez szintén csak ránk jellemző, hogy ugye én nagyon sokat dolgoztam külföldön, Németországban, és én ott nagyon tapasztaltam a technika fejlődését, és mi egy olyan Epson 30 000-es vetítőgépet sikerült szereznünk, amivel olyan látványvilágot tudunk teremteni egyik pillanatról a másikra, ami utánozhatatlan, és maga ez az új táncstílus, illetve ez az előadói stílus, ezzel a látványvilága egy nagyon különleges, egyedi világot tudott megteremteni. Sándor, tudott-e úgy játszótársakat találni a dologhoz? Természetesen, hiszen az Experience kezdetekor még Szolnokon velem lévő táncosok, ők velem jöttek, illetve az Experience-nél volt egy új táncos csapat, akik nagyon fiatalok voltak, akik nagyon nyitottak voltak az új szakmai kihívásokra, és ezek az új fiatalok, illetve a 20 évvel ezelőtti nagy alapítók velem tartottak, és hát talán a közönség látja, hogy hova tudtuk ezt a, hogy is mondjam, szórakoztató műfajt fejleszteni. Talanics Györgynek, a Szabolcs Tánc Együttes alapítójának szerintem az unokája, vagy ugye? Igen. Akkor itt nem volt kérdés, és nem volt mese, táncosnak kellett tegyél, hiszen annak születtél egy táncos családban. Milyen Román Sándorral együtt dolgozni? Nagyon különleges, azt persze el kell mondanom, hogy mind a mellett, hogy Román Sándor nagyon precíz, nagyon odafigyel az apróságokra, viszont például ami különleges szerintem, hogy az afférnál erőfordult, hogy szabad kezet adott a táncosainak. Ez olyan szempontból nyilvánult meg, hogy például lehetőséget kaptunk arra, hogy mi is találjunk ki motivumokat a darabban. Néptáncos, kortárs táncos, balettes, milyen mozdulatok? Mindent, igazából ez az affér szerintem eléggé eklektikus, hogy úgy mondjam, megjelenik benne persze a step tánc, az emelés technika, a magyar néptánc, és például hasonlók. Igen, jelenleg nekem ez a főállásom, és most egyre több vidéki előadás van láthatóban, viszont az fontos megemlítenem, hogy mi a vidéki előadásokon is ugyanazt a minőséget szeretnénk majd képviselni, mint a Budapesten, a fővárosban. Az előadók nyilván szerették, boldogság nekik ez a játék. Hogyan fogadja a közönség? Én úgy gondolom, hogy a nézői visszajelzés a legfontosabb számunkra, amiből eddig az eddigi előadások alapján nem volt hiány, mivel a nézői tapsvihar a legfontosabb a számunkra, és abból az előadás folyamán nem volt hiány sem a végén.
és milyen szerepet kaptál az Affairban? Az Affairban ugye két rivális banda rivalizál röviden, és én az egyik rivális banda tagja vagyok. Merkúció mondjuk. Merkúció, igen. A közönség ma annyira nyitott, olyannyira igényli még mindig a táncszínházat, a színházat és a táncot egy színpadon, mint egykoron? Tehát nem kopik, nem múlik ennek a divatja? Én azt gondolom, hogy az emberek szeretik a jót, az emberek szeretik a minőséget, és ha az emberek olyan minőségű produkciót kapnak, akkor teljesen mindegy, hogy milyen a műfaj. Én azt gondolom, hogy mi tovább folytatjuk azt az árszpoétikát, hogy ezt a gazdag néptánc kultúrát mind belföldön, mind külföldön népszerűsíteni szeretnénk, és mivel szakmailag egy újabb fejlődési folyamatban vagyunk benne, illetve ennek eredménye az Affair című produkció, ezt a közönség láthatja, és a nyíregyházi közönség látni fogja, hogy ezzel a produkcióval nemzetközi szintű produkciót hozunk ide, és nekem meg az a boldogságom, hogy ezzel a produkcióval nagyon bátran merek versenyezni nemzetközi produkciókkal. Jövő nyáron egy újabb produkciót láthatunk majd önöktől? Ugye mi a Covid alatt 4 új produkciót készítettünk. Most augusztus végén 26-án indulunk Erdélybe, ahol lesz egy 10 napos turnésorozatunk, ahol az új darabunkat, a fanfictiont fogjuk bemutatni. Ennek a próbájára jöttünk most ide a sajtótájékoztatóra, de az Affair az nekünk az az alap, az az első olyan produkciónk, ahol ez a hihetetlen nagy kísérletezésnek az eredménye, ez hihetetlenül sugárzik és tükröződik.